Célpontban a munka. 7,5 milliárd forintos programot indítanak a vállalkozások támogatására. Korszerű konyha. Naponta 400 adag ételt tudnak főzni az új épületben Tiszaeszláron. Felújították az iskolát, nyillászárót és burkolatot is cseréltek a Bökönyi intézményben. Jelentős összeget, csaknem 7,5 milliárd forintot fordíthatnak a foglalkoztatás elősegítésére a következő 6 évben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A támogatási lehetőségekről tartott tájékoztatót szerda reggel a megyei önkormányzat és a megyei kormány hivatal vezetője. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. Többek között bérlakhatási és utazási támogatás, valamint a vállalkozóvá válás elősegítése szerepel a programban. Szándékaik szerint mintegy 3000 munkavállalót segíthetnek abban, hogy megtalálja helyét a megye munkaerőpiacán. A programmal kapcsolatos első pályázati kiírások 2023 elején jelennek majd meg. Szerdán reggel jelentették be a megyeházán, hogy a munkaerő kereslet és kínálat összehangolására, a gazdaság versenyképességének erősítésére 7 milliárd 450 millió forintot nyert el a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat. A kedvezményezett a kormányhivatal munkaügyi főosztályával együttműködve a járási hivatalokon keresztül nyújt majd olyan szolgáltatásokat, amelyek a munkaerő hatékony elhelyezkedését, képzését, továbbképzését segítik majd különböző munkaügyi szolgáltatásokkal. Működtetünk egy iránytócsoport, illetve egy Pacton szervezetet. A Pacton szervezetben való részvételre több mint 35 munkáltató szervezet, társadalmi szervezet jelezte az együttműködési szándékát. Az a szándékunk nekünk is, hogy minél nagyobb társadalmi összefogás legyen a célcsoport felkutatása érdekében. Egy nagyon innovatív munkát kell végeznünk, hogy olyan célcsoportot is elérjünk, amely nem szerepelt eddig a munkaügyi nyilvántartásokban. Viszont tudjuk, hogy vannak, valamiből megélnek, de nem a munkaerőpiacon jelentek meg eddig. Őket kellene bevonnunk a következő 6 évben a munkaerőpiacra, ők jelentik számunkra a munkaerőtartalékot. Ez egy komoly és érdekfeszítő munka lesz, hogy akik eddig nem jelentkeztek munkanélkülinek, nem jelentkeztek be a munkanélkülinek nyilvántartásba, hogyan tudjuk őket felkutatni, állunk a kihívás elébe. Mint Román István, megyei kormány megbízott elmondta, több megyebeli nagycég keres folyamatosan dolgozókat, egyrészt hiány szakmákban, másrészt pedig szakképzés nem igénylő munkakörök betöltésére. Tekintettel arra, hogy a megyében megjelent a munkaerőhiány, arra is komoly energiákat és forrásokat szeretnénk fordítani, hogy megtaláljuk azokat az embereket, akik értékelhető tudással rendelkeznek a munkaerőpiacon. Ehhez kapcsolódik kompetenciamérés, és természetesen kompetenciafejlesztés is, illetve hát azoknak a képzéseknek a szervezése, amelyek együttműködve, és azt szeretném hangsúlyozni, együttműködve a munkáltatókkal valósulnak meg, és amelynek a végeredményeképpen a munkáltató számára olyan munkaerő állat rendelkezésre, aki viszonylag könnyen be tud tanulni a feladatokba. A másik oldalról meg nyilvánvalóan ne feledkezünk el arról, hogy ez a munkavállalónak is jó, mert gyakorlatilag az ilyen típusú képzési programok azok segítik az ő beilleszkedését és azt, hogy hosszú távon tudjon egy cégnél akár dolgozni és a jövőjét építeni. A támogatott foglalkoztatás a következő 6 évben mintegy 3000, a kompetenciafejlesztés pedig 4000 munkavállalót érint a megyében. A programmal kapcsolatos első pályázati kiírások 2023 elején jelennek majd meg. Korszerű konyhában készíthetik az ételeket ezentúl az óvodásoknak, iskolásoknak és időseknek Tiszaeszláron. Csaknem 100 millió forintos támogatásból újították fel az épületet, a konyhán helyi alapanyagokból helyi szakácsok készítik majd naponta a 400 adag ételt. Megáldatik és megszenteltetik. Ezen felújított konyha a szent élet malasztja és a szentelt vízzel való meghintés által az atyának és fiúnak és szent élet nevében. Amen. A történelmi egyházak is megáldották a tiszaeszlári önkormányzat felújított konyháját. A nemzeti színű szalag átvágása pedig azt jelzi, hogy a napokban már birtokba is vehetik a 95 millió forintból, akár 400 adag étel készítésére is alkalmas főzőkonyhát. A megye terepős szerkezetében, az ország terepős szerkezetében fontosak ezek a beruházások, a Magyar Falu program, fontosak azok a fejlesztések, amelyeket a családok valósítanak meg az otthonaik újraépítésében vagy felépítésében. Egyre több településen hallani, hogy nincsen eladó ingatlan. Tiszaeszláron még van, tehát még aki
akar itt eladó ingatlant venni, az még jut hozzá, de nőttek az ingatlan árak. Persze ez, sokan azt mondják, hogy ez probléma. Ezzel együtt is gondolom az itt élőknek, akik ingatlant adnak el, azt jelenti, hogy megmarad az ingatlan értéke, érdemes itt építkezni, érdemes jövőt tervezni, hiszen 10-20 év múlva is az a ház érni fog valamit, lesz, megmarad az értéke. Tehát egy élhető, fenntartható település jöhet létre ezeknek a fejlesztési programoknak köszönhetően, mint hogy itt Tiszaeszláron ez a főzőkonyha egy lépés jelent ebbe az irányba. A 2800 fős Tiszaeszlár megújult konyhájában helyi alapanyagokból, helyi munkaerővel készülhetnek majd az ételek a település iskolásai, óvodásai számára. Ezekkel a kerékpárokkal pedig a szociális ellátásban résztvevő több mint 80 idős ember számára szállítják ki az ételeket, amelyek szintén ebben a konyhában készülnek majd. Ők a szociális ellátásban vesznek részt, ők minden nap kiviszik az időseknek az étkezést, ők a saját önkormányzati alkalmazottaink, lehetett látni egyenbicikli minden, tehát felhagynak ők is szerelve, és ők minden nap ellátják a feladatukat, látogatják az öregeket, nem csak az ebédet hordják ki a számukra, hanem gyógyszerbeszerzésben segítenek, de még a takarításban is, meg a tüzelésben is télen. A település fejlesztései az elmúlt években kiemelkedőek voltak. Az elmúlt 3 évben több mint 10 pályázata sikeres volt magyar faluból, az úgynevezett belügyminisztériumi pályázatokból, ez a konyha is abból valósult meg. Ráadásul itt csak azok az önkormányzatok pályázhatnak, akik az önerőt elő tudják állítani. Hallhattuk ma is, hogy 94,7 millió volt az összpályázat, és ebből 4,7 millió volt az önerő, tehát körülbelül azt lehet mondani egy olyan 5-6%-os vagy talán igen, 5%-os önerőt kellett biztosítani, és az azt mutatja, hogy jól gazdálkodik a polgármester úr és a képviselőtestület, és ráadásul a polgármesteri hivatal energetikai felújítása is most történik, falubuszt is vásároltak, szépen lépeget, járdát is építettek, belterületi utakra is tudunk költeni, a ravatalozót nem rég adtuk át, hát még felsorolni is most jutnak hirtelen eszembe ezek a dolgok. Gratulálok Tiszaeszlár vezetésének. Az átadó ünnepségen elhangzott, további fejlesztésekre pedig szintén lesz módja a megye településeinek, hiszen folytatódnak a pályázati lehetőségek. Felújították a Baroth Mihály általános iskolát Bökönyben, az intézményben kicserélték a nyillászárókat, a termek burkolatát, korszerűsítették a portát és a főbejáratot. A település a Magyar Falu program részeként kapott 50 millió forintos támogatást a beruházásra. Ezzel a szalagátvágással hivatalosan is átadták a bökönyi Baroth Mihály általános iskola felújított részeit. Felföldiné Cifra Éva intézményvezető mutatta meg a vendégeknek azt a tablót, amelyen az iskola korábbi és jelenlegi állapotáról készült fotók láthatók. Az iskolának jelenleg 197 tanulója van, közülük közel 100-an hátrányos helyzetűek. Az első rész, amit felújítottak, április elején kezdődött, és akkor ugye tavaly a pandémia volt lezárás, a felső tagozat nem volt, így csak az alsó tagozatnak egy része volt már az iskola épületben, viszont tartott egészen júniusig, majd a tornaterem felújítás pedig augusztus végén kezdődött, és egész szeptemberben tartott, tehát nélkülöznünk kellett egy hónapig a tornatermet, de kreatív pedagógusok és gyerekek megoldották ezeket a hiányokat. A beruházás során kicserélték a nyílászárókat, a termek új burkolatokat kaptak, a folyosó falaira laminált lapokból készült falburkolatok kerültek, korszerűbb lett a porta és a főbejárat, valamint a tornaterem is átalakult. Új világító berendezések gondoskodnak a megfelelő fényről, a padló pedig szabványos burkolatjeleket kapott. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője elmondta, soha ekkora mértékű anyagi támogatás nem érkezett, mint az elmúlt kormányzati ciklusban, de felidézte azokat az időket is, amikor még a tornaterem régi adottságaival adott otthont a rendezvényeknek. Összesen 31 néhány köznevelési intézmény újult meg az elmúlt időszakban, 11,5 milliárd forint értékben, ennyi köznevelési intézmény soha nem épült és újult meg az elmúlt időszakban. Itt gondolok bölcsődékre, óvodákra és iskolákra is. Simon Miklós hozzátette, a jövőben folytatni kell az iskola korszerűsítését. A most átadott épületben elvégzett közel 50 millió forint értékű beruházás a Magyar Falu program keretében valósult meg.
Elindultak a tavaszi mezőgazdasági munkák, ezért gyakran lehet találkozni a közutakon mezőgazdasági járművekkel. Ezekre a személy- és teherautóktól eltérő szabályok vonatkoznak. Például országúton maximum 40 km/h sebességgel közlekedhetnek, így gyakran alakul ki torlódás mögöttük. A szakember azt javasolja, hogy türelmesen kell és körültekintéssel megelőzni ezeket a járműveket. Ezen a felvételen jól látható, hogy a menetrögzítővel felszerelt autó hosszasan egy olyan mezőgazdasági gép mögött halad, amelyen egyáltalán nincs semmilyen kivilágítás, pedig nekik ugyanolyan kötelező felkapcsolni a menetjelző fényeket, mint a személyi autókon. Itt ráadásul az út szélén sincs közvilágítás, így még balesetveszélyesebb a közlekedés. Nem csak az őszi betakarítások idején, a tavaszi földmegmunkálások alkalmával is találkozhatunk hasonló esetekkel az utakon. Az ilyen járművek fényes nappal is megnehezíthetik az autósok előzését nagy méretük miatt, mint ahogy ezen a felvételen is látható. Megnövekedett azon lassú és mezőgazdasági vontatóknak a száma, amelyek igen nagy testűek, nagy vontatmányt képesek húzni maguk után. Ez lehet ugye a függesztett tárcsák, függesztett gépek is. Ezek elképzelhetően ugye a sáv szélességében elférnek, de bizony előfordult már az, hogy méreten túliak ezek a járművek, vagy akár beszéltünk ugye majd a későbbiek felén, hogy a kombájnok jönnek, és azok a nagy testűek, amelyek több mint 2,5 méter, mert ugye a jogszabályilag egy gépjárműnek a szélessége 2,5 méter lehet maximum, közúton ezek közlekedhetnek, illetve azok közlekedhetnek, akik ezen úgy mondjuk, hogy túlméretes járművek, ez már engedélyköteles, és megvan, hogy mikor és hogy milyen formában. Lakott területen kívül országúton a megengedett 90 km/h sebességhez képest a mezőgazdasági vontatóval csak 40 km/h, lassú járművel pedig maximálisan 25 km/h lehet közlekedni. Ezért ezen járművek előzésénél a kulcs szó a türelem. A szabályok ráadásul elő is írják a lassú járművek vezetőinek, hogy időnként oldalra, a patkára húzódva el kell engedniük a mögöttük feltorlódott kocsisort. Mezőgazdasági járművek a legváratlanabb helyeken, az útkereszteződéseken kívüli részeken is felhagyhatnak az utakra. Ilyenkor pedig homokot, sarat vihetnek fel az útra. Jogszabályilag kötelezi a gépjármű járművezetőjét, hogyha földútról kanyarodik, földútról csatlakozik be szilárd burkolatú útra, ha a gépjármű sáros terepen olyan állapotban van, amellyel az utat, közutat rongálja, szennyezi, köteles azt a felhajtás előtt megtakarítani. A szakember azt mondta, volt már rá példa, hogy a rendőrség megállította az ilyen járművet. Bár mostanában esőmentes napoknak örülhetünk, az agyagos, útra letapadt föld esővel áztatva nagyon csúszóssá válhat. Így sárfelhordás nyomainál fokozott óvatossággal, sebességvisszavétellel közlekedjünk. A normális életet szeretné divattá tenni a főleg újságírókból alakult védett társadalom alapítvány. A szervezet a család és keresztény értékeket és a vallásszabadságot tűzte zászlajára. Az alapítvány kedden délután a megyeházán tartott előadást. Újra divattá szeretné tenni a normalitást a védett társadalom alapítvány. Az élet, a hagyományos család és a keresztény értékek védelmét, a vallásszabadságot, a hagyományaink tiszteletét tekintik a legfontosabbnak. A szervezet munkatársai a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének meghívására érkeztek a megyeházára. Ebben az öt célban alapvetően a vallás és lelkiismeret szabadsága, tehát főleg a kereszténység védelme, amelyet ugye erősen támadnak Európában is. Ugye a második a hagyományos család, a normális család, a klasszikus értelemben vett apa, anya, nő, férfi és gyerekek ugye együttélése. Ugye a harmadik téma az életvédelem, a fogantatástól a halálig gyakorlatilag, és az olyan lobbik ellen, amelyik az eutanáziát vagy az abortuszt támogatja, azt mindenféleképpen megpróbáljuk visszaszorítani a mi lehetőségeinkkel. Fölhívja az emberek figyelmét, hogy ez egy nagyon durva, káros irány. Ugye a következő, a negyedik, az a hagyományaink, a történelmünkből, a nemzet értékeiből fakadó kulturális és egyéb hagyományoknak az őrzése, és nem engedni, hogy a nemzetállam létezése megkérdőjelezhető legyen. Enélkül nincs társadalom, nincs normális élet, nincs emberi együttélés. És az ötödik a rend és biztonság. Az elnök hozzátette, a normalitást megtámadták, ezért a védett társadalom alapítvány a nemzet és a keresztény civilizáció megmaradása érdekében végzi tevékenységét.
arra szeretnénk fölhívni az emberek figyelmét, hogy célzottan kell fellépni, határozottan, és hogy ne dőljenek be azoknak a szirén hangoknak, amelyek azt mondják például, hogy nincs tétje a gyermekvédelmi népszavazásnak, hiszen elfogadta ugye a parlament a gyermekvédelmi törvényt, ezért aztán teljesen mindegy, hogy hogyan szavazunk április 3-án az országgyűlési választásokkal egy időben. Nos, nekik azt szeretném üzenni, és azt üzenjük az alapítvány részéről, hogy nagyon is fontos, hogy most megtámogassuk a szavazatunkkal ezt a gyermekvédelmi törvényt, ugyanis hihetetlenül erős a nemzetközi nyomás, amely hazánkra nehezedik a tekintetben, hogy oldjuk föl, helyezzük hatályon kívül a gyermekvédelmi törvényt, adjunk teret az LMBTQ lobby csoportoknak, adjunk teret nekik a tudományos életben, az oktatásban, a gyermekek érzékenyítésében. Politikai, gazdasági és ideológiai nyomást is helyeztek hazánkra, ez ellen nekünk határozottan fel kell lépnünk, a politika, a kormányzat megtette a maga dolgát, most mi jövünk. A céljaik elérése érdekében szeretnék megtalálni azokat a szakembereket és tudósokat, akik az elmúlt években felkapott elméleteket szakmailag képesek korrigálni, és a normális világ figyelmét felhívják arra, milyen irányba kellene mennie. A torna alapsportág bármelyik másik sportágban lehet később kamatoztatni a gyerekként megszerzett tudást, mondta a Nyíregyházán Magyar Zoltán, a Magyar Torna Szövetség elnöke. A kétszeres olimpiai bajnok szerint a megye székhelyen felépülő tornacsarnok ugrásszerű fejlődésnek indítja majd a sportágat e régióban. A 80-as években mind a női, mind a férfi szakágban jelentős sikereket értek el az országos versenyeken a nyíregyházi tornászok. Aztán csökkent a sportágat választók száma, a létesítményhelyzet is egyre inkább kívánnivalót hagyott maga után, így elmaradoztak az eredmények is. A megyeszékhelyen az ötvös gyakorlóban és a kertvárosi iskolában foglalkoztak kiemelten a sportággal, néhány éve pedig a Nyíregyházi Tornasport Egyesület integrálta a régióban működő klubokat. A minőségi munka feltételeit pedig az a csarnok biztosítja majd, amely a tervek szerint jövőre épül meg a sportágfejlesztési program részeként a kertvárosban. Nagyon fontos számunkra Nyíregyháza. Az, hogy ennyi gyerek van már ilyen körülmények között, hogy iskolába szerpakolnak ki, szerpakolnak vissza, ez mindenképpen példaértékű. Tehát nekünk nagyon fontos odaállni azokba a városokba, ahol komolyan jó szakemberek mellett tornát fognak csinálni, és ez biztosak benne, hogy Nyíregyházán jó kezekben van. A torna az egy alapsportág azért, mert megalapozza a gyereknek a további sportolását. Tehát ha lehozza valaki 4-5-6 éves korába, akkor a testalkatának megfelelően mindent megtanult, amiből kivehető. Tehát akrobatikai alapelemeket, gimnasztikát, és ezzel, ha nem lesz belőle, mondjuk korongos lesz belőle, vagy focista lesz belőle, vagy súlyem, bármi, a torna az olyan alapokat ad ezeknek a sportágoknak, amit semmivel nem lehet pótolni. Magyar Zoltán a montreali és a moszkvai olimpián szerzett aranyérmet. Magyar tornász legutóbb 2012-ben Londonban állt az ötkarikás dobogó tetején, akkor Berki Krisztián nyert lólengésben. Mint az elnök elmondta, egyre nagyobb a konkurencia a legjobbak mezőnyében. Egyre népszerűbb a sportág, amiket elmondtam az előbb a világban. Egyet mondok egy példát, hogy az Egyesült Államok 29 ezeren indulnak a serdülő versenyeken. Tehát elképzelhető, hogy mennyien vannak a világban. Az, hogy valaki ebben a sportágban egyszerűen az első legyen, ahhoz hát óriási tehetségre kell, hogy felfedezzünk. És ha egy ilyen jön, akkor teljesen felépítve tehetséggondozással meg tudjuk azt oldani, hogy a végén a legjobb edzőhöz, a legjobb körülmények között kerüljön. Nekünk most ez az a lényeg, hogy sok halat megmozgassunk, és majd az aranyhalat azt megpróbáljuk megtalálni. A Nyíregyházi Tornasport Egyesület színeiben jelenleg 220-an versenyeznek. A cél az, hogy a létszám minél hamarabb elérje, majd meghaladja a koronavírus járvány előtti 300 körüli számot. Csütörtökön kezdődik Debrecenben a férfi kosárlabda Magyar Kupa 8-as döntője. A fináléba fennállása során először bekerülő Hübner Nyíregyháza Blue Sharks a legjobb 4 közé jutásért a Kecskemét ellen lép pályára. A negyeddöntő további párosítása a következő: Szombathely Szeged, Debrecen Alba Fehérvár és Körmend Szolnok. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban.
jelentős összeget, csaknem 7,5 milliárd forintot fordíthatnak a foglalkoztatás elősegítésére a következő 6 évben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Többek között bér, lakhatási és utazási támogatás, valamint a vállalkozóvá válás elősegítése szerepel a programban. Szándékaik szerint mintegy 3000 munkavállalót segíthetnek abban, hogy megtalálja helyét a megye munkaerőpiacain. Korszerű konyhában készíthetik az ételeket ezentúl az óvodásoknak, iskolásoknak és időseknek Tiszaeszláron. Csaknem 100 millió forintos támogatásból újították fel az épületet. A konyhán helyi alapanyagokból helyi szakácsok készítik majd naponta a 400 adag ételt. Felújították a Baroth Mihály általános iskolát Bökönyben. Az intézményben kicserélték a nyílászárókat, a termek burkolatát, korszerűsítették a portát és a főbejáratot. A település a Magyar Falu program részeként kapott 50 millió forintos támogatást a beruházásra. Március 30-án szerdán a Kölcsei Televízió híradóját látták, nem sokára jön az időjárás jelentés, friss hírekkel pedig holnap este is jelentkezünk majd. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szerda éjszaka borult égbolt mellett enyhe időjárás várható 12-14 fokos hőmérséklettel. Csütörtökön megérkezik a csapadék a megyébe, a hőmérséklet is csökken, 11-14 fok várható napközben. A hétvégén marad a csapadékos hűvös tavaszi időjárás 15 fok körüli értékekkel.